A kötélpálya és a töltésépítést is gyakorolták a Magyar Vöröskereszt munkatársai egy most záruló program során. Hogy hol, milyen esetben láthatják hasznát az itt megszerzett ismereteknek, az is kiderül a 35 perc mai adásából, és hogy még milyen témákkal foglalkozunk, azt is mutatjuk. Üdvözlöm Önöket! Fejlődő Nyírbátor, jelentős beruházások az ipari parkban. Megyei közgyűlés januártól újra az állami lehet a házi orvosi ellátás működtetése a megyében. Segítség a bajban, katasztrófa védelmi tudással vértezték fel a vörös kereszteseket. Nyírbátor kapta idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásfejlesztéséért díjat. A Primum Alapítvány elismerését szeptember végén vette át a város polgármestere. A település ipari parkjában folyamatosak a fejlesztések. A közelmúltban például mintegy 2 milliárd forintból fejlesztették az infrastruktúrát. Köszöntöm a stúdióban Máté Antalt Nyírbátor polgármesterét. Jó estét kívánok! Köszöntöm is a nézőt! Mindenekelőtt gratulálok a díjhoz. Amennyire én tudom, itt elsősorban az ipari park fejlesztése volt az, ami sokat nyomott alatban a díj odaítélésénél. Nyilván ez egy különleges év, hiszen 30 éves a Primum Alapítvány, és a Nyírbátori Önkormányzat is alapítója volt ennek a szervezetnek. Ez is apropója volt, hogy ezt a díjat megkaptuk. De én azt gondolom, hogy valóban az elmúlt évtizedekben Nyírbátor élen járt abban, hogy a térséget, és itt nem csak közvetlenül a Nyírbátort és a kistérséget értem, hanem az egész megyét vagy régiót. Tehát élen jártunk abban, hogy minél több munkahely jöjjön a térségbe, és így minél több embernek adjunk megélhetést. És ami nagyon fontos ebben, hogy továbbra is együtt kívánunk működni mind a Primum Alapítvánnyal, mint mindenki mással, aki segíthet ebben, segíthet abban, hogy ennek a megyének a gazdasága a jövőben is dinamikusan fejlődjön. Hogyan tudjuk számokban érzékeltetni ezt a gazdasági fejlődést Nyírbátorban, mondjuk az elmúlt 10 évre vetítve? Hát ugye nagyon sok mutatót lehet nézni egy gazdaság növekedésénél. Én általában két dolgot szoktam mondani. Az egyik az Európai Uniós csatlakozásnál a városnak az iparűzés adóbevétele nagyjából ilyen 200 millió forint volt. Most ebben az évben várhatóan el fogjuk érni a 2 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy meg 10-szereződött ilyen módon a város gazdasága, ami én azt gondolom, hogy önmagában egy nagyszerű eredmény, és amit még ebben mindig is szoktunk hangsúlyozni, hogy mind a két járvány ideje alatt, vagy mind a két válság ideje alatt, legyen szó a korábbiról és a mostaniról is, a város gazdasága nem tudott megtorpani, tehát azt jelenti, hogy soha nem volt csökkenés a gazdaság tekintetében, hanem még egy ilyen nehéz helyzetben, mint mondjuk az elmúlt két év is érzékelhető, ha lassabban is, de egy folyamatos növekedés. És a másik, amit meg mindenki nézni szokott, és talán ez még inkább fontos, ez pedig a munkahelyek száma. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ebben is a város nagyon szép eredményeket ért el. Nincs olyan év, amikor legalább 300-400 munkahely ne jönne létre, de vannak olyan időszakok, amikor ez az 1000 főt is meghaladja. Egy 12 000-es városnál azt gondolom, hogy ez önmagában példaértékű, és ma már nem csak a megyéből, hanem a megyén túlról is folyamatosan napi szinten járnak dolgozni Nyírbátorba az emberek, és azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hiszen így megélhetést, munkát tudunk adni az embereknek. Maga az ipari park, az milyen fejlődési stációkon ment keresztül? Ugye nagyjából 98 óta van Nyírbátorban bejegyzett ipari park, de hát az elején ez igazából azon kívül, hogy az önkormányzat területeket vásárolt és elképzelte, hogy egyszer majd itt gyárak lesznek, nagyon sokkal több minden nem történt. Az érdemi változás akkor indult meg, amikor a város részben saját erőből, részben uniós pályázati forrásokból elkezdett infrastruktúrát fejleszteni. És ebben egy tudatos befektetés ösztönzéssel, ha ez párosul egy ilyen munka, akkor lehet azt elérni, hogy évről évre egyre több és több külföldi vállalat jön. Én azt gondolom, most sikerült egy más szintre lépnünk Nyírbátor vonatkozásában, mert ma már nem az az elsődleges cél, hogy újabb munkahelyeket teremtsünk, hanem hasonlóan a kormányzati célokhoz alapvetően a bevételek, tehát a jövedelem növelése lenne a legfontosabb eszköz, hiszen ma már az a fontos, hogy nem csak munkahelye legyen az embereknek, hanem megélhetés biztosító bevétele, jövedelme is. És ebben a tekintetben a technológiai fejlesztésre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni. Magyarul úgy együttműködne a már itt lévő cégekkel, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjanak helyben előállítani. Na, ez már egy sokkal nehezebb feladat, mert nem megtalálni kell egy befektetőt, hanem az oktatást, a szakképzést, a technológiai fejlesztést, a kutatásfejlesztést és a termékfejlesztést összehangoltan, mind az iskolákkal, mind az állammal, a kormánnyal, mind pedig a cégekkel egy olyan stratégiát kidolgozni, amiben ez az új irány, hiszen ezt várják el tőlünk az itt élő emberek. Azt gondolom,
azt gondolom, egy önkormányzat munkáját remekül visszajelzi az, hogy mekkora a fluktuáció, és ugye nem csak emberekről beszélünk, hanem cégekről. Tehát, hogy azok a cégek, akik megtelepedtek Nyírbátorban, azok mennyire tudnak prosperálni, és milyen hosszú távú jövőben tudnak gondolkodni. Jó néhány ilyen cég van Nyírbátorban. Hát sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ma csak ilyen cégünk van, hogyha az igazán nagy, több száz főt foglalkoztató vállalatokat, ha nézzük, akkor gyakorlatilag akár jelenleg folynak beruházások, és bővítik vagy a technológiát, vagy a termelést, vagy a kapacitást, tehát hogy valamilyen fejlesztés, bővítés nagyon sok cégnél most is folyamatban van, és akinél éppen pont most nincs, azokkal vagy tárgyalunk a fejlesztésről, vagy már megállapodtunk valamilyen bővítésről. Tehát ahogy fogalmaztam, ezért is ma már inkább csak azt nézzük, hogy ezek a bővítések, ezek a kapacitás növekedések, ezek elsősorban, nyilván kizárólagosan nem, de elsősorban ne úgy jöjjenek létre, hogy újabb 100, 200, 300, 400 embert kell felvenni, hanem lehetőleg úgy nőjön a kapacitás, hogy ugyanezekkel az emberekkel, ugyan ennyi munkavállalóval, de nagyobb mennyiséget állítson elő a cég, mert akkor ez a bérekben meg fog jelenni. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, jó úton járunk, és már vannak nagyon jó példák erre. Azért gondolom, nem haragszanak az Unileverre, amiért új üzemet adtak át, és ott új munkahelyek teremtődtek. Az Unilever az pontosan ennek a legjobb példája, hiszen van egy rész, nyilván csomagoló részleget is bővítenek, ahol nyilván új munkaerőre van szükség, de azt látni kell, hogy a most épülő csarnokban több új kapacitás jön létre. Ezek teljesen automatizált, teljesen modernizált 21. századi technológiák, amihez kifejezetten nem betanított munkás, segédmunkásra van szükség, hanem gyártástechnikus, technológus, mérnök és hasonló közép vagy felső végzettség igénylő, elsősorban nyilván mérnöki végzettség, és olyan a raktárak is olyan automatizálás irányba indultak el, hogy ugyanannyi létszámmal el tudják látni, vagy adott esetben még kevesebbel. Tehát, hogy itt például ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet úgy minni a növekedést, hogy ezt emberi, humán oldalról is ki tudjuk szolgálni, és reméljük, hogy az emberek is többet tudnak keresni. Ugyanebben gondolkodik a Deal is? Igen, a Dealnél is ugyanezek a folyamatok le fognak zajlódni a következő időszakban. Ugye most itt egy gyár bővítés indult el az elmúlt hónapokban. Egy újabb üzemegység fog létrejönni, nagyságrendileg 5000 négyzetméteren, ahol új termékeket állítanak elő, és ebben is van, ami még kézi munkát igényel, de itt is már vannak olyan technológiák, amelyek automatizáltabbak, hatékonyabbak, és nyilván egyre modernebb és modernebb berendezéseket telepítenek ide is. Minél jobban fejlődnek a cégek, annál komolyabb hátteret is igényelnek, logisztikai központot és infrastruktúrát. Ebben milyen változások történnek? Soha nem szabad elfelejteni, hogy egy gazdaságfejlesztés az mégiscsak verseny. Verseny a világgal, verseny a magyarországi egyéb régiókkal, de verseny a megyén belül is. És valaki vagy tudja tartani a lépést, vagy le fog maradni. Ezért nagyon fontos, hogy minden ipari központ, és ebben Nyírbátor is benne van, mindig azon kell gondolkodni, hogy milyen igények merülnek fel, hogyan változik a világ, hogyan fejlődik, vagy a nálunk lévő gazdaság növekedésében milyen új szolgáltatásokra van szükség. És ebben nálunk egy nagy mérföldkő az, hogy egy új logisztikai központ is létrejön, ami mind a szállítmányozás, mind a raktározás szempontjából, a vállalatok kiszolgálása szempontjából, félkésztermék, késztermék, alapanyag raktározása szempontjából, ott az ipari parkban ez hogyan tud javulni, és ebben egy nagyon komoly beruházást valósít meg egy országosan ismert logisztikai vállalat. Nekünk ebben az a fontos, hogy megint csak egy kormányzati támogatásból itt a járvány idején kihasználva ennek a lehetőségeit, egy újabb üzemegység jön létre, és ezzel még színesebb, még komplexebb az a szolgáltatás, amit a befektetőknek és az itt működőknek tudunk kínálni. Mi az, amiben segíteni tudják a munkába járást, tehát az alkalmazottnak a közlekedését? Nagyon, nagyon sok irányba gondolkodunk, ugye az nagyon fontos, hogy miután két célunk is van ezzel a gazdasági növekedéssel, az egyik, hogy helyben tartsuk a nyírbátoriakat, tehát az nagyon fontos, hogy aki a felnövekvő generáció, aki munkát tud Nyírbátorban vállalni és találni, az Nyírbátorban tudjon élni. Nyírbátorban például ingyenes tömegközlekedés van az ipari parkban, tehát ingyen ki tudnak jutni az emberek, de azt is látnunk kell ezzel párhuzamosan, hogy egyre messzebbről is jönnek dolgozók. Itt azért általában szervezett céges buszjáratok hozzák az embereket, de ebben is lépnünk kell egyet előre, és arra is kell koncentrálnunk, hogy akik már évek óta, van, aki már több mint egy évtizede Nyírbátorba jár dolgozni, az nekünk elemi érdekünk, hogy előbb-utóbb Nyírbátorba telepedjen le, ott maradjon. Nyilván neki kevesebbet kell utazni, ez a cégeknek olcsóbb, a dolgozónak idő, nekünk meg új lakost jelent, úgyhogy ez is egy nagyon fontos cél a hosszú távon, hogy ne csak a térségben, hanem minél inkább Nyírbátorba csalogassuk a munkavállalókat.
Ez is indokolja a bérlakás programot? Igen, mi azt néztük a bérlakás program kapcsán, ugye most első ütemben 70 lakást építettünk, és ezek folytatódnak, részben eladásra, részben pedig bérlakásokat fogunk építeni az új város részben. Ennek alapvetően két célja van. Az egyik, nyilvánvalóan figyeltük azt a kormányzati programot, ami a lakás otthonteremtési támogatással elindult, és mi azt néztük, hogy abban mi az, ami, mik azok az igények, amit az a program nem tud kielégíteni, és mi azért indítottuk el klasszikusan ezt a bérlakás programot, mert azt látjuk, hogy azért van nagyon sok olyan fiatal család, aki ezzel nem biztos, hogy egyből tud élni. Segítenünk kell, hát mi támogatást adunk az első lakáshoz jutóknak, vissza nem térítendő támogatást, de még ezzel együtt és a kormányzati támogatással együtt sem biztos, hogy mondjuk az első éveiben egy ifjú pár az rögtön neki kezd a házépítésnek vagy a lakásvásárlásnak, és erre dolgoztunk egy olyan programot, egy 5 plusz 5 éves időtartamban, amiben segítjük az elindulást. Úgy, hogy persze, hogyha hamarabb úgy érzi, hogy ki tud repülni a saját ingatlanába, akkor erre is megvan a lehetőség, de nagyon fontos, hogy már az elinduláskor az önálló életét ott Nyírbátorban el tudja kezdeni egy fiatal pár. Mi az, amivel a komfortérzetüket tudják növelni bent a városban? Nagyon sok szolgáltatást próbálunk indítani, nagyon sokat fordítunk arra, hogy kikapcsolódni tudjanak a fiatalok. A mai generáció már nem úgy gondolkodik, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt. Nem az alapvető megélhetés és a munka körül forog a gondolkodása, hanem először azt nézi meg egy településen, hogy kikapcsolódás, biztonság, szórakozás, közlekedés, 21. századi környezet, az biztosított-e számára. Tehát nagyon nehéz ma küzdeni egy megyeszékhellyel, egy fővárossal, vagy egy országon kívüli nagyvárossal, de nem tudunk mit tenni, fel kell venni a kesztyűt, fel kell venni a versenyt, ezért indulunk el olyan irányba, hogy a zöld közlekedés, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a megújuló energiák hasznosítása, a különböző közösségi programok bővítése, a kikapcsolódás, az iskola, az oktatás fejlesztése, az egyetemi képzés beindítása a városban, ezek mind olyan szolgáltatások, amivel beszeretnénk bizonyítani nem csak a nyírbátoriaknak, hanem a környéken élőknek, hogy igenis Nyírbátor nem csak most, hanem 10, 20 vagy akár 50 év múlva is versenyképes lesz, és igazi otthona lehet a nyírbátoriaknak a jövőben. Polgármester úr, mindezekhez gratulálok, és köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióba. Köszönöm én is. Tervezés után megvalósítás. Rövidesen pályázhatnak a települési önkormányzatok a 2021-2027-es fejlesztési ciklushoz tartozó TOP plusz felhívásaira. A múlt heti megyei közgyűlésen a képviselők egyhangulag döntöttek arról, hogy jövő év január 1-től az Országos Mentőszolgálat vegye át a megyei házi orvosi ellátás működtetését. Ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyása szükséges. Hosszú idő után két rendkívüli közgyűlést követően tartott újra maratoni ülést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Miután a résztvevők elfogadták a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseteket és tárgyalásokat tartalmazó napirendi pontot, Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei adó és vámigazgatóságának igazgatója tartott előadást a hivatal 2020-as tevékenységéről. A közgyűlés elnöke ezt követően a terület és település fejlesztési operatív program eddigi eredményeiről és az idén induló TOP plusz lehetőségeiről tartott tájékoztatást. Az utolsó döntéseket hozza meg a megyei közgyűlés olyan projekteknél, amelyeknek még forrás ráemelés szükséges, hogy sikeresen zárják a kedvezményezettek. 150 milliárdnyi források, pontos számokat még nem tudjuk, nem volt meg a leltár, de nagyjából ennyi jött a megyébe csak a TOP forrásaiból. Azt gondolom, hogy ez meglátszik a települések összképén, felújított közintézményekben, kerékpárutakban, úthálózatban. Persze hát ez nem azt jelenti, hogy vége a feladatnak, ami területfejlesztés jelent, hiszen a következő 7 évre ugyancsak 150 milliárdat számolhatunk ilyen forrásból, és azt mindig elmondom, és így is van, hogy a Magyar Falu program forrásaiból, belügyminisztériumi pályázatokból ezeknek a forrásoknak a többszöröse érkezik a megyébe a következő 7 évben. Én azt gondolom, hogy ha visszautaznánk az időbe ezelőtt 10 évre, akkor látványos lenne a fejlődés, vagy különösen a rendszerváltás idejébe, vagy a 2000-es évek elejére, hogy mennyit fejlődött ilyen szempontból a megye. Persze sokkal fontosabb, hogy ez az emberek és a családok megélhetése hogyan alakult. Én azt gondolom, hogy ebbe is
javulás történt, a munkanélküliségi mutatóink elmaradnak még ugyanaz országos átlagtól, de sokkal jobbak, mint ezelőtt 10 évvel. Tehát rengeteg tennivalónk van még nyilvánvalóan, de ezt a 7 évet nyugodt lelkiismerettel zárhatjuk, ezeket a forrásokat jól és értelmes célokra költöttük, és a tervezési folyamat lezárult, és rövidesen társadalmasítása is lezárult, és rövidesen megjelentek a támogatási felhívások. Minden települési önkormányzatnak elküldjük ezt az előterjesztést, hogy a polgármester kollégák fel tudja készülni a tervezéssel, hiszen november-decemberben már konkrét pályázati felhívásokkal tudunk jelentkezni. Az MSZP frakciójának képviselője Veres János is felszólalt a terület és településfejlesztési program tárgyalásakor. Az ellenzéki politikus a döntéshozatalok eddigi eljárásrendjét kifogásolta. Mint mondta, a közgyűlés egyes tagjai nem kaptak tájékoztatást a beadott pályázatok részleteiről, azok értékeléséről, de a szocialisták frakciója szerint a támogatási összegek megítélése körül ismerültek fel aggályok. A 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklusban Magyarországon olyan gyakorlat alakult ki a területi operatív program pályázatai kapcsán, hogy akik döntésre jogosultak voltak a pályázat támogatásáról vagy elutasításáról, első pont nem ismerhették meg a pályázatot. Egy kódszámot ismerhettek meg, később megismerhették azt, hogy mi a kódszám mögötti címe a pályázatnak, de egyikünk sem olvashatta el a pályázatot. A második kifogásom, nem ismerhették meg a döntéshozók a pályázatot esetleg értékelő bírálók véleményét. Nem ismerették meg a pályázatokat esetleg értékelőknek a pontszámát, hogy egy-egy pályázatra mennyi pontot adtak. Ezért a jelenlegi eljárásrend szerint a megyei közülés tagjai úgy szavaztak ezen pályázatok támogatásáról vagy nem támogatásáról, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy ezekben a pályázatokban mire, milyen előkészítettségben, hogyan pályáztak a pályázók. Volt egy harmadik probléma is. A döntéshozók, amikor a döntéseket hozták, akkor nem tudták, hogy az adott célra mennyi forrás áll rendelkezésre a megyei területfejlesztési operatív program leosztott pályázati forrásai közül. Azért, mert ezek a problémák fönnálltak, ezért mi nem is vettünk részt ebben a döntéshozatalban, hanem amikor ez a napirend következő, akkor kikapcsoltuk a gépünket, mert hogy ilyen módon nem lehet döntést hozni, hiszen ez azt jelentette, hogy valaki valahol eldöntötte, amit mi nem tudunk, hogy ki és hol döntötte, hogy melyik pályázat kerül támogatásra és melyik elutasításra. Ezért én azt remélem, hogy a következő 7 éves top plusz pályázati eljárásban ezt a 3 problémát orvosolni fogják tudni. Azaz, akik a döntésben részt vesznek, azok megismerhetik a pályázatok tartalmát, lesznek bírálók és a bírálat megismerhető. Ha ez pontozásos, akkor a pontszámok, ha szöveges bírálat, a szöveges bírálat. És amikor a döntésre kerül sor, akkor kell tudnia a közgyűlés tagjainak azt, hogy az adott célra mennyi forrás áll rendelkezésre. Ha ezek teljesülnek, akkor jó szívvel részt fogunk venni a következő 7 éves pályázat elbírálásban. A Jobbik Momentum frakció vezetője Adorján Béla az egészségügyi intézmények átalakításaival kapcsolatban kért szót a napirendeket követően. A képviselő szerint azzal, hogy a kórházak állami fenntartásba kerültek, egyre inkább romlik a megyei intézmények ellátásának színvonala. Számomra az nem elfogadható egyébként a megyei egészségügy átszervezésében, hogy minden erővel a magán útra, a magánorvosi ellátás felé terelik azokat az adófizetőket, akik a társadalom biztosítási adójukat rendre és szorgalmasan és rendszeresen fizetik. Nem jó koncepció ez. Én úgy gondolom, hogy az embereknek nem kell gyakran anyagi lehetőségeikhez mérten vállalhatatlan terhet vállalni azért, hogy az egészségüket megőrizzék. Ha valaki becsülettel és tisztességgel dolgozik és él ebbe a megyébe, akkor járjon neki a megfelelő embert megillető egészségügyi ellátás. Fontos döntés született ugyanakkor az egészségügy, pontosabban a házi orvosi ellátással kapcsolatban. Lipők Sándor képviselő körülbelül 1 évvel ezelőtt elfogadott javaslata alapján a közgyűlés már korábban tette egy ajánlást a kormánynak, hogy a házi orvosi ellátás működtetését országos szinten vegye át az állam az önkormányzatoktól. Ennek nyomán ez a döntés idén nyár elején már megszületett, de csak Hajdú-Bihar megyében. Ezt a kérdést csütörtökön újra tárgyalták a Fidesz frakció vezetőjének javaslatára a megyei képviselők. Tájékoztató jellegű napirendünk volt a házi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatosan, hiszen a közgyűlés már több alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel.
tavaly év végén, októberben volt egy felterjesztése a közgyűlésnek Magyarország kormánya felé, hogy a háziorvosi feladatok ellátását azt legyen szíves az állam átvenni, magát a feladat ellátást, azért, mert az önkormányzatoknak nincs meg a megfelelő jogszabályi felhatalmazása, nincs meg a megfelelő forrása, anyagi forrása ebben a kérdéskörben, és mivel vállalkozó háziorvosok vannak, ezért ezt a feladatot nagyon nehezen tudták az önkormányzatok, és tudják ellátni jelen állapotába. A mi kezdeményezésünknek következtében a kormány fogadókész volt erre a javaslatra. Ez azt jelenti, hogy 2021. július 1-től Hajdú-Bihar megyében pilot projekt keretében az országos mentőszolgálat ezt a feladatot a megyében átvette minden önkormányzattól, és ő látja el ezt a feladatot. A tájékoztató napirenden belül értékeltük a jelenlegi helyzetet, és arra a következtetésre jutottunk, és hála Istennek azt mondhatom, hogy politikai hovatartozástól függetlenül egyhangulag tudott a közgyűlés abban állást foglalni, hogy ezt a feladatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kérjük Magyarország kormányát, hogy január 1-i hatállyal legyen szíves átvenni, és az országos mentőszolgálat lássa el ezt a feladatot továbbiakban a mi megyénkben is, hiszen nagyon komoly gondokkal küzdenek azok az önkormányzatok, amelyek ezeket a feladatokat ellátják. A megyei közgyűlés csütörtökön összesen 14 napirendi pontot tárgyalt. Mint azt Sesták Oszkár elnök elmondta, legközelebb várhatóan november 25-én ülnek össze az önkormányzat képviselői a megyeháza dísztermében. Katasztrófavédelmi tudással vértezték fel a Magyar Vöröskereszt munkatársait egy most záruló program keretében. A humanitárius szervezetnek ugyanis feladata, hogy krízishelyzetben, akár egy pusztító természeti katasztrófa után segítséget nyújtson a lakosságnak. Ehhez a szükséges ismeretek, képességek mellett a megfelelő eszközökkel is rendelkezniük kell. Köszöntöm a stúdióban Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket én. Kezdjük is talán azzal, hogy hogyan merült fel erre az igény, hogy egy ilyen program keretében ezt a tudást bővítsék, illetve az eszközöket fejlesszék? Mi a Vöröskeresztnél, ahogy ezt nagyon sok helyen sokszor elmondjuk, a felkészültségben hiszünk. Ez különösen fontos akkor, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet alakul, hiszen az alapfeladataink közé tartozik, hogy ilyenkor egy cselekvőképes csapattal tudjunk a helyszínre érkezni, és a tudásunknak megfelelően segíteni az adott szituációban. Az elmúlt évek során szélvihar, jégvihar volt a megyében. Természetesen abban a részében, tehát hogy különböző aspektusai vannak a segítségnyújtásnak. A megyei szervezet műszaki mentési egységgel nincsen felszerelve, tehát mi a lakossági segítségnyújtásban tudunk bekapcsolódni akkor, amikor ennek helye és szükséglete van. Ilyen volt például pár évvel ezelőtt a Kisvárda környékén tomboló szélvihar és jég és eső után maradó elhárítás. A fák kivágásában és eltakarításában mi nem tudtunk bekapcsolódni, viszont önkéntes egységek az ország nagyon sok területéről érkeztek, akikkel egyébként mi is kapcsolatban vagyunk. Mi akkor tudtunk már segíteni a lakosságon, amikor a kárfelmérés megtörtént, tudtuk, hogy hány házban történt olyan típusú kár, amit mi egy nemzetközi keretből tudunk helyreállítani, és itt ebben elsősorban a tetőknek a helyreállításában, ahhoz a szükséges anyagok biztosításában vettünk részt, illetve több mint 4000 élelmiszer és tisztítószercsomag kiosztásában segítettünk, ami nyilván annak, akinek elviszi a háza, a szél a házának a tetejét, az egyfelől lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, azonban mégis valamivel hozzá tudtuk segíteni ezeket a családokat, hogy a vészes időket valahogy túléljék, vagy hogy túljussanak ezeken a krízispontokon. Úgyhogy egy ilyen katasztrófavédelmi pályázatnak ezért merül fel bennünk az ötlete, hogy akkor, amikor bekövetkezik a katasztrófa, akkor egy megfelelően felkészült csapattal, stábbal tudjunk érkezni ezekre a területekre. Maga a katasztrófavédelem, a mentés, a kárelhárítás egy széleskörű összefogás
eredménye lesz. Ez a pályázat is gondolom, hogy egy összefogásként valamilyen konzorciumban jött létre. Ez így van, ebben a megyei szervezet konzorcium vezető szerepet vállalt magára. Emellett 4 partnerszervezettel dolgoztunk együtt. Egy magyarországi szervezet vett részt benne, ez a Vágáshuta önkormányzata, Kárpátaljáról a Kárpátaljai Református Egyház, illetve a Beregszászi Vöröskereszt, illetve Románia részéről pedig a Szatmárnémeti Vöröskereszttel dolgoztunk együtt, az ott lévő szakemberekkel és önkéntesekkel. Nagyon fontos dolog volt, és ez volt tulajdonképpen az egész pályázati programnak a vezérfonala, a vezérgondolata, hogy a határon átnyúlva tudjuk egymást segíteni akkor, hogyha valamilyen probléma adódik, hiszen a Tisza összeköt bennünket, tehát akkor, amikor nagyobb árvizek vannak, az ugyanúgy fog bennünket érinteni, mint a kárpátaljaiakat, illetve a hegyek is összekötnek bennünket, tehát akkor, amikor egy hegyi mentésről, egy műszaki mentésről van szó, ezt is meg kell tanulnunk, ebben is otthonosan kell mozognunk. Minden szervezet természetesen a saját kapacitásával, a saját tudásával és a saját kompetencia határain belül fog egy ilyen területen mozogni, viszont vannak olyan területek, amiben tudunk együtt gondolkodni. Mik voltak a pályázat főbb elemei? A pályázatnak a legnagyobb része az gyakorlatilag kapacitásbővítést eredményezett, épületek felújításával, raktárkapacitás kialakításával, vagy akár járműkapacitás fejlesztésével igyekeztünk minden szervezetnek azt a részét hozzátenni a pályázatból, amire a legnagyobb szükség volt. Például Vágáshután kialakult egy bázis, egy gyakorló bázis, ahol egyrészt az extrém körülmények között a vezetést lehet gyakorolni, erre egy gyakorló pályát építettek ki, illetve különböző mentési helyzetek, ez gyakorlatilag profi csapatoknak a gyakorló bázisaként is tud szolgálni. Ott ez volt a fő vonulat, hogy az ottani önkéntesek, akik gyakorlatilag minden télen kell, hogy ezt a tudásukat elővegyék, és meg tudjanak oldani helyzeteket, hiszen a hegyvidéken vagyunk, ott azért másfajta kihívásokat talál egy település akkor, amikor elzárva a világtól mondjuk leesik a hó, eljegesedik az út, és a pár kilométerre lévő másik településre sem tudnak már lejutni. Tehát egyrészt erre a fajta mentésre nekik föl kell készülni, hogy az ott lévő lakosságot megfelelően el tudják látni, hogy minél hamarabb össze tudják kapcsolni a települést a világgal. Mi a megyei szervezetnél a raktárkapacitásunkat bővítettük, illetve alakítottuk át. Az udvarunkon található garázs épületét fejlesztettük úgy, hogyha élelmiszer raktározásra van szükség, akkor ott steril körülmények között egy gyors takarítással a garázst pillanatok alatt át tudjuk alakítani élelmiszer raktárra. Ebben nekünk nem volt nagy raktárkapacitásunk, általában a belső irodákban oldottuk meg, ami nyilván nem túl ideális, hiszen a munka területet vesszük ilyenkor el. Viszont ez egy fűthető raktárra alakult át, és sajnos a pandémiás helyzet ezt is megmutatta, hogy szükség van erre, hogy rendelkezzünk ilyenfajta helyben gyorsan elérhető raktárkapacitással, hiszen nagyon sok élelmiszer fordult meg a COVID kapcsán a megyei szervezetnél is került kiosztásra. Tehát úgymond azt, amit mi megálmodtunk, hogy ez egy jó ötlet, és erre mindenképpen szükség van, ez most az idők során már igazolódott, hogy igen, erre mindenképpen. A Kárpátaljai Egyház is járműkapacitással, mentőkapacitással bővítette a készletét. A 2 külföldi Vöröskereszt, a romániai és a Beregszászi Vöröskereszt pedig szintén az épület megújításával hoztak létre egyrészt képző bázist, illetve ugyanígy a raktárkapacitásukat tették komfortosabbá, jobban megfelelővé a raktározási igényeknek.
A projektnek a másik része az pedig a úgymond a szellemi kapacitás bővítés volt, a tudásbázisunkat fejlesztettük. Itt egy nagyon komoly elméleti tudásnak lettünk a birtokosai, akik részt vettünk a projektben, mintegy 30 fő került a képzési programban bevonásra, és végzett sikeresen egy online formában egy vizsgát. Itt elsősorban az elméleti tudásunkról adtunk tudást, illetve hozzá kapcsolódott két katasztrófavédelmi gyakorlat, ezek kisebb gyakorlatok voltak. Tulajdonképpen a katasztrófavédelem és mentésnek egy-egy elemét néztük meg, hogy ezt hogyan kell csinálni. Kipróbáltuk, a szakértőktől visszajelzést kaptunk, hogy hol tévedtünk, hogyan kell ezt másképp csinálni, és akkor újra megpróbáltuk, úgymond már az instrukciók alapján elvégezni ezeket a feladatokat. Vágás után műszaki mentési gyakorlaton voltunk, Kárpátalján a református egyház szervezésében pedig egy vízből vízről mentési gyakorlaton vettünk részt. A Vöröskereszt dolgozói vettek részt ebben a képzésben, vagy önkéntesek, vagy is? Itt a munkatársakra fókuszáltunk, hiszen akkor, amikor egy ilyenfajta bevetésre kell mennünk, akkor a munkatársak azok, akikhez elsősorban, hogy úgy mondjam, nyúlni tudunk, tehát hogy ők azok, akik rögtön hadrafoghatók és hadrendbe állíthatók. Ehhez jönnek még az önkéntesek. Mi most egy olyan tudást kaptunk, amit könnyűszerrel át tudunk adni akkor, amikor már várható, hogy bekövetkezik egy katasztrófa. Tehát ezt a tudást mi át tudjuk majd akkor adni nekik. Ehhez egy ilyen kisebb kézikönyv is elkészült, természetesen online formában is elérhető, úgymond ez a tudás. Illetve a pszichoszociális segítségnyújtás nagyon fontos akkor, amikor egy katasztrófa, egy nagyobb katasztrófa bekövetkezik. Ilyenkor a Vöröskereszt munkatársainak tudni kell bánni azokkal az emberekkel, akik ezt a katasztrófát megélik, túlélik. Tudnunk kell, hogy hogyan hozzunk létre egy befogadó helyet, hiszen elsősorban ránk ilyenkor magára a Vöröskereszt munkatársaira ebben lesz a legnagyobb szükség. És reméljük, hogy minél később. Guráj Edina, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a 35 perc ezzel ma a végére ért. Engedjék meg, hogy ajánljam még szerdai adásunk témáit. A dohánypiac aktualitásai, a betakarítás és felvásárlás aktuális helyzete mellett szó lesz a megyében megújuló vasútállomásokról, valamint a mellrák elleni küzdelemről is. Legyenek nézőink aznap is, mára köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!